Első szuperligás évében a 8., legutóbb a 7. helyen zárta a szezont a nyíregyházi Teke klub együttese. Az előttünk álló bajnokságban az előrelépés egyében a 6. helyet célozza meg az NTK. Az, hogy a legmagasabb osztály létszáma 10-ről 12-re nő, megkönnyítheti Fintáig dolgát, az viszont nehezítheti, hogy jelentősen átrendeződtek az erőviszonyok a nyári szünetben. Már látjuk előre, hogy egy feljutó szolnok is elég erősen beerősített, úgyhogy ők se lesznek a kieső jelöltek között. Budapesten történtek, azt lehet mondani, változások a BKV-nál, illetve a Fradinál. A BKV valamelyest meggyengült, míg a Fradi bődületesen megerősödött, két válogatott játékost igazolt, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az a hátsó közép alakzat sem lett annyira rossz. Az élmezőről meg azt lehet mondani, hogy tovább távolodnak majd hozzánk képest, azt lehet mondani, ugyanis erősített a Répcelak is, a Győr csapata leigazolta a világbajnok Kakuk Leventét, ott a ottani autógyártó cég egyéni szponzorként szállt be a Tekébe, úgyhogy ott is mindenképpen előrelépés várható, míg a Szegedről két válogatott játékos távozott, de helyükre friss szerb világbajnokok érkeztek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy minden idők egyik legerősebb magyar bajnoksága várható, ami az élmezőnyt illeti. A nyíregyháziak változatlan kerettel készülnek, az viszont előrelépés, hogy a korábban csak a meccsekre érkező Mogyorósi Péter a jövőben együtt tud edzeni a társaival. A tavalyi szezont középcsapatként zártuk, személyemben is úgy gondolom, hogy egy közepes teljesítményt tudtam nyújtani, edzés lehetőség kevesebb volt számomra. Idén úgy néz ki, hogy hazatérek Nyíregyházára, munkám folytás és a csapathoz is, és újult erővel vetem bele magam a 2015-ös őszi szezonba. A Szuperliga szeptember első hétvégén rajtol, a nyíregyháziak a nyitófordulóban a BKV előre csapatát fogadják. Fintáig augusztus elején a Marosvásárhelyi Maros kupán, augusztus közepén pedig a Nagysárosi Sáris kupán lépnek majd dobóállásba.